12 műemléképületet jelöltek meg a Halasi Vállalkozók Klubja és a Pásztortűz Egyesület. Már egy éve készült erre, csak hosszadalmas volt az ügyintézés. A védett épületek tábláit pénteken avatták fel a Városházánál. Emléktáblát kaptak Halas országosan védett műemléképületei. 12 ilyen mészkőtábla került ki az elmúlt napokban az érintett épületekre. Jelképesen a Városháza előtt avatták fel őket egy kis ünnepség keretében. Mindegyik épület egységes arculatú táblát kapott a Vállalkozóklubjától és a Pásztortűz Egyesülettől. Régi építésűek, illetve azt kell róluk tudni, hogy gyakorlatilag helytörténetünknek, történelmünknek jelentős építményei, úgy mint a református parókia, a három városháza építmény, de ide sorolhatjuk természetesen a római katolikus templomot, a rabbi házat, illetve a baki kriptát is akár, a sóstócsárdát, a végkúriát, a tájházat, és még sorolhatnám, úgyhogy ilyen épületeket, és hát a Pásztortűz Egyesületnek ez is volt a célja a Halasi Vállalkozók Klubjával közösen, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet. 17 országosan védett műemléki épülete van Kiskunhalasnak, jó néhány már meg volt jelölve, most pótoltuk 12-vel az eddigi hiányosságokat. A táblákat már jóval hamarabb szerették volna elhelyezni, de az épületek műemlék volt amiatt, ez nem volt egyszerű feladat. Nagyon fontosnak tartottuk, mert ezeket a régi szép épületeket meg kell őrizni, és meg is kell jelölni. Hát az, hogy fontosnak tartottuk, az minden évben mi, mint vállalkozók, a mi kis tagdíjunkból teszünk félre különböző célokra pénzt. És ezt azért gondoltuk így, hogy ezt mindenképpen meg kell tenni, mert ezek az épületek gyönyörűek, és gondolom, hogy nem is szeretné senki se, hogy ezek eltűnjenek, ezért kell őket így megjelölni. És ezt még tavaly elkezdődött ez az akció, de hát elég hosszúak az ügyintézés útjai, hogy úgy mondjam, az adminisztráció, a emlékvédelmi hivatal, különböző engedélyeztetések, a forma, az összes elképzelés, ami volt, ezt mind át kell több fórumon, hogy menjen, és csak utána lehet ugye gyártásba, hogy úgy mondjam, adni ezeket a táblákat, de elkészültek. Az ünnepségen Kerényi János kormány megbízott is részt vett, még a szervezés ideje alatt kérték a segítségét. A politikus jónak tartja ezt a kezdeményezést, úgy érzi, a műemlékek iránti figyelem is emeli a város rangját. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség rendkívül nehezen adja ki az engedélyeket. És akkor kerültem kapcsolatba Merényi úrékkal, és természetesen én rendkívüli módon örültem ennek a kezdeményezésnek, és egy rendkívül jó dolognak tartom. Aki a múltat nem becsüli, az a jövőt nem érdemli. És Kiskunhalasnak van mire büszke lenni, egy nagyon komoly városi múltra tekint vissza.